Ezek a malacok már annak a programnak a részei, ami a napokban indult Cégindányádon. A lényege, hogy bárki örökbe fogadhat egy sertést, és nevelheti, anélkül, hogy valós dolga lenne vele. 10-15 disznó lesz egy helyen. Nagyjából olyan disznók fognak egy helyre kerülni, amiket ugyanazzal a táppal fogunk izlalni, vagy pedig háztájból bejött kukoricával, búzával, ehhez hasonlókat. Magyar fajtákat vonnak be a Legyen Malacod programba, az ólakat bekamerázzák, így az interneten a tulajdonosok nézhetik az állat fejlődését, sőt, dönthetnek arról is, hogy hogyan etessék őket. A település polgármestere azt mondta, az alapötletet az egykor népszerű Tamagocsi játék adta. Ennek nyomán elindulva egy kedves ismerősömmel, Budapest ismerősömmel azon filozófáltunk, hogy hogy lehet a 21. században valami olyat csinálni, amitől helyben marad vidéken az ember, aki nem ért mondjuk egy lencsegyártáshoz, de ért az állattartáshoz, és hogy lehet a turizmust úgy fejleszteni, hogy ezek az emberek még dolgoznak is benne, ugyan nem értenek hozzá, csak meg fogják tanulni, vagy egy adalékot tesznek. És akkor jutott eszünkbe ez a Tamagocsi elmélet, ami tulajdonképpen azt rejti, hogy interneten keresztül lehet állatokat nevelni. Na most ezt szépen kifejlesztettük, és ez lett a Legyen Malacod. Az állatokat 6 hónapig hízlalják, a tulajdonosnak ez körülbelül 90 ezer forintjába kerül. A fél év letelte után a sertés gazdája eldöntheti, hogy elviszi vagy ott tartja a malacot. Arra is van lehetőség, hogy a Cégindányárdi falusi vendéglátók levágják és feldolgozzák az állatot, és a tulajdonos ízlésének megfelelően dolgozzák fel. Amire nincs szüksége, azt a környékbeli húsipari cégek felvásárolják. A programban körülbelül 100 disznónak van már gazdája, elsősorban cégek jelentkeztek a lehetőségre. A Legyen Malacod kezdeményezés a lakosok helyben tartását is segíti. 8 ember főállásban 5 éven keresztül alkalmaznak, ami a program növekedésével még tovább bővülhet. Cégindányádon a jövőben továbbfejlesztenék a lakosság körében is a Legyen Malacod kezdeményezést, de akár más állatok tartása is bekerülhet a programba.